kulináriánál. Úgy van. Igen. Nem, hogy én egyszer volna eredetileg, sajnos azért is fakt jött volna, mert le kellett mondani a mai koncertet, és nagy szerencsénkben Kósa Lőrinc barátunk ismét el tudott jönni erre a mai alkalomra, és mi több, egy olyan érdekes válogatást talált ki, az olasz dalok címén, ami hát szerintem talán ez a tavaszi hangulatot már nagyon hívnék is, ráadásul nem beszélve arról, hogy egy egészen újfajta életérzést hoz, úgy általában a világban. Ami nagyon érdekes, hogyha bárkit megkérdezik, ki tudja bármi dótának a címét, amit eddig játszott. Valaki is tudja, mi volt a címe? Én sem tudnám, te valóta, ha nem látnám. Jó, akkor kérdezzek nehezebb. Tudja valaki a zeneszerző? Ki lehetett a zeneszerző? Ki írhatná ezeket a dalokat? Rosszti. Na, egy nagyon közeli válasz van. Nem ő írta, de nagyon közel van, mint a megoldáshoz. És szintén egy nagyon közeli megoldáshoz. Tehát tartunk, Bizio nevezető úriember írta az első hírt. Ami azt mondta, ami érdekes, ugye, hogy van a filmben valami ebből a világból, mert nagyon sokat hallom ezeket egyébként. Lesz még ma olyan darabok, hogy igen, mi is többet hallunk, mint ezeket a darabokat. De nem tudjuk őket azonosítani igazából, mert ezek a darabok, mint ezek ilyen náhogy darabok. Olyan zeneszerzőtől erednek, dalai, akiket hát tényleg nézve egyáltalán nagyon-nagyon éppen, hogy csak szövetnél is meg, vagy nagyon sokat kell vele, ugye rádióba jutottam azt, hogy megmaradja a nevük, de a dalamaikat viszont ismerjük. Azok annyira jelentősek, annyira fontosak, hogy úgy ott élnek velük minden. A mai napra azt találták ki, hogy olyan zeneszerző, akit mi is fogunk majd játszani a dúrival, de most mutatok két pici példát. Az nem volt feladat, azt láttam a kis Sándorral, hogy ebből csinálunk egy kis kinyelmát ma, hogy aki tudja a zeneszerzőt, aki majd feladványként adok, mert a végén, a legesleges megvédő a koncertnek, hát többet sorsolnunk kell, de ha egy is van, tudja, hogy ki a zeneszerző, akkor a húsvéti koncert kap két érdemi, még akkor is nem érdemes, tehát még akár hozhat újabb barátokat. Jó, mutatok? Két dal. Biztos, hogy mindenki meg fogja ismerni. Thank you.
ismerni fog. Úgyhogy a mai napon... De most nem tippelgetünk, valakinek ne kell beugni, jó? Az tartja magával, hogy a végén beugjunk, jó? Mert lesz, hogy te nem fog ez ilyen pippal beugrani, jó? Mert ez egy kis fejtelésnek jó lesz a koncert folyamán. Úgyhogy én most azt mondom, hogy folytatjuk, most megint nem állom el, hogy mi következik, de egészen biztos vagyok benne, hogy ezt a dalomot már mindenki fogja ismerni. Úgyhogy meg kell a lőkészet ismét csapatot. Thank you.
Oh,
beszélt, ami mégiscsak írt zongorára romantikus. De a nagyon picit, mert két kis dal, és általában összesen nem. Úgyhogy most meg kell volna kérdezni, és játsz el.
szóval. És ugye már annyira népszerűek ezek a darabok, hogy nyilvánvalóan nagyon sok más zeneszerzők is megismertek, és ezért írnak olyan, hogy Bolosz Polka, az egy Bolosz Polka című darabot, másik, amit viszont Rakovics, vagy Bolosz zeneszerző ír, úgyhogy a hatás olyan, hogy ezeknek a nagyon jó kedvű, nagyon bőrére eresztett daloknak, hogy szó szerint igazi világslágerek lesznek ebben, ugye csak úgy, mint az Oszó Emilio, ugye a zeneszerzőtől egyébként a zeneszerzőt is amit tudjuk megmondani, nem hogy más művét, ugye? Tehát ez az egyik mű az, amit a mai napig gyakorlatilag akárhol felhangzik már jóformán Kínától Amerikáig ez az első három hang jóformán, már mindenki tudja, hogy melyik darabról van szó. Úgyhogy nagyon-nagyon nagy népszerűség lesznek szer, és ugye nem hagyható figyelmet kívül semmi, mert az, hogy ezek a dallamok, ugye aztán a 20. században a chansonok okán, ugye a könnyű zenének egy igen komoly háttere lesz, tehát az egész könnyű zenei világ, ugye a jazz az egyik oldalon, és ugye a blues világa az amerikai népzenéből lehetően, ami afroamerikai népzene ráadásul, és találkozik ezzel a őrületesen dallamos olasz zenei világgal, és ez gyakorlatilag a mai napig befolyásolja az életünket, mert hiszen minden nap halljuk a filmzenéket, és ugye ahogy megállapítottuk, ez a bizonyos zeneszerző, amit még mindig nem tudunk, hogy ki az, de keressük meg a tanítom, hogy is így hagyják, pedig tudja, hogy ha megmondom, akkor mindenki azt mondja, hogy ah, pedig tudtam, mert olyan a neve, hogy tudjuk, csak nem mondjuk be. Ugye a filmzenékben ezek ma ötvöződnek, és rettenetes sokat hallunk. Na akkor most érünk oda, hogy adunk még egy kis segítséget ahhoz a bizonyos zeneszerzőhöz, akinek egy nagyon híres darabja, egy nagyon híres filmhez köthető szintén.
Mert ebben egy hónap múlva lesz a húsvéti koncert, ami az utolsó. Utolsó koncert, mint a utolsó koncert. Az évnek záró koncert lesz, amin majd egy barokk trió jön játszani, énekes hölgy jön velünk játszani, valamint jó is fogok ezen a koncertet közelíteni. Úgyhogy nagyon sok szeretettel van már mindenki. Úgyhogy a koncertet reméljük, hogy mire elhangzik a három, lesz még plusz két, két ember, aki nyert ma jegyet, úgyhogy a végére találjuk szórakozást kívánok mindenkinek, és akkor hangozom el.
Amen.
Úgyhogy köszönjük szépen még egyszer!